fantasztikus jubileumra emlékezünk most. Holnap lesz 70 éve, hogy az aranycsapat 6-3-ra verte az angolokat. Kű Lajos olimpiai ezüstérmes, az aranycsapat alapítvány elnöke vendégem. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Kint voltak tegnap előtt Londonban? Hétfő, kedden, szerdán kérem is. Hogyan emlékeztek a mérkőzésre? Csodálatos. Hát ugye az évszázad mérkőzésre győztünk 6-3-ra, utána azonnal követelték, kérem, hogy ez csak egy off day volt, és akkor a visszavágó legyen. Hát a visszavágó is ismeretes. Egy hétre jöttek, 7-1-el mentek. Hogyan emlékszik ön a mérkőzésre? Hát ott elég kisrác voltam még akkor. Tehát azt mondja, de hatása volt arra, hogy ön futballista lett? Hát, hogy mondjam, abban az időben egy dolog volt, hogy mindenki puskás, ott mindenki focizott a mi környékünkön. Mindenfele. Golundok voltak, foci volt, ájulásig. És akkor mindenki hallottuk, akkor televízió még nem volt. Rádió volt, Szepesi fantasztikusan tényleg, hát úgy közvetített, el tudtuk képzelni, mi történik ott. És akkor, hát ugye Kocsis, Puskás, ők voltak a sztárok, Bozsi, Grosics, stb. Mindenki vagy Puskás akart lenni, vagy Kocsis akart lenni, vagy Bozsik akart lenni, vagy Cibor akart lenni, mert legjobban cselezett. Hát nyilvánvalóan hát az ember megpróbált ebbe az irányba lépni. Hát fociztunk mindig, mindenütt. Amikor kint voltak most Londonban, esetleg az eredeti labdát látták? Hát az eredeti nem, de tudom, hogy körülbelül hogy mi volt. Az volt a helyzet, hogy az angolok korában állandó jelleggelen, hogy mondjam, eszmélete rossz labdákkal, a fagolyókkal játszottak. De hogy szokjuk ezt pontosabban, hát igen, de rákészüljünk a meccsre. A szövetségi kapitány okos volt, a Sebes, mert kijött ide Ködös Albionba, és hozott 10-15 labdát, és azzal tréningeztette a fiúkat. Sőt, mi több, az utolsó felkészülési meccsen a svédek ellen ezzel játszottak. Hát azért volt az, hogy hát majdnem kikaptunk itthon. Hát az volt az egyetlen meccs, ahol kifütyülték az aranycsapat. Hát ilyen, de érdekes módon tulajdonképpen a svéd meccsnek köszönhetően jött létre ez a történet. De 1952-ben az olimpián történt az, a legjobb négy között voltunk, és a regnáló olimpiai bajnok ellen, kérem, a svédekkel lejátszottunk. 6-0 volt a mérkőzés, kijut, knockout volt. És akkor annak utána volt egy úriember, úgy hívják, hogy Sir Stanley Roos, ő volt akkor az angol szövetség főtitkár, kereste az ellenfelet, hogy kit lehetne majd meghívni, kérem, a 90. születésnap. Ugye az angol labdarúgó szövetséget 1863-ban alapították. És akkor, de volt egy ilyen, hogy 1313 egy Edward, második Edward nevű király, kérem, halálos ítélet, büntetés mellett lehetett csak foci. Nem lehet, megtiltott a foci. Na mindegy, ott tartunk, hogy a svéd mérkőzés után bement a Sir Stanley Roos az öltözőbe, és azt mondta, hogy gentlemen, you are invited. Tehát meg vagytok hívva. Nem kellett leegyeztetni a pályavezetéssel? Mondta, hogy, hát sorry, mondta, nem tudom, Sebes majd angolul, mondta a Barcsnak, kérek szépen, ő tudott angol. Ne haragudja, de nem mi döntünk. Rákosi elvtárs otthon. Pontosan akkor még nem volt, tehát a központi bizottság. És akkor, hát ugye a Barcs és a Sebes elvtársaknak kellett meggyőzni ezután a fantasztikus győzelem, meg meghívás után, kérem, a mindenkit, először Sztálin elvtárs akkor még élt, később meghalt, annak következő Sztálin elhalálozott, hogy ez szárba szökkenhetett. Máskülönben annyi esélyünk lett volna, mint Szálasinak a népbíróság előtt. És az aranycsapat hazajött, ugye nagyon izgult a pártvezetés, hogy kint fog. Hát hogyne, hogyne. Hát hazajöttek, igen. Hadd kérdezzek viszont valamit, ami csak lazán kapcsolódik az aranycsapathoz. No. Ön ugye disszidensként került igen. Hollandiába. Ne, a belga kérdés. Bocsánat, Belgiumba is. Tehát Benelux azért. 45 évvel ezelőtt játszottak a Liverpool. Úgy van, hát ez egy gyönyörű történet. Igaz-e az a történet, hogy a Vitrai Tamás, a kommentátor egyetlen egyszer sem mondta ki az ön nevét? A belga kommentátor jön, Rik de Sadel, világhírű kommentátor, belga televízión, jön hozzám, Lajos, I have spoken to Thomas. Beszéltem a Tamás a Vitraival, és mondtam neki, there is a Hungarian guy in a squad, van egy magyar srác a csapatban. Azt kérdezte a Vitrai, hú, tehát ki? Azt mondja, Lejoszkú, tudta, hogy ha bemondja, abban a pillanatban két lába kirúgják. Két lába kirúgják. Nem volt mese. Azt mondja, hogy, és nem is mondta, egyetlen egyszer meg nem említette a nevemet, azt mondta, 10-esnél van abda, itthonról úgy tudósították, egy katasztrófa. Hát még ott az olyan hírek is voltak, hogy ön börtönbe csukták. Na most következő. Ott voltunk a Wembleybe. Akkor onnan lehetett telefonálni. Telefonálok anyámnak. Érdekes módon máskor soha nem volt volna. Akkor nem úgy volt, hogy ugye a mobillal kérem telefonnak, és akkor azon nyomban felveszik.
telefonáltam, mit ad Isten, volt van, most elkapjuk ezt a mocskos diszidest, most elkapjuk, lehallgatjuk, amit mond. És akkor gondolom, hallgatták 80-an, drága anyukám, egyből volt volna. Mondom, hogy vagy, mi újság van? Hát ez, te hogy vagy? Hát mondom, egy dologra szeretnélek megkérni, innen telefonálok a Wembleyből, kapcsold be a televíziót, fogod látni kicsi fiacskádat, kérem, ott a futka. Micsoda? Hát azt mondja, megírta az újság, kérem, hogy börtönben van. Vagy csak nem gondolod, drága anyukám, nem gondolod azt, hogy börtönben lehet itt jobbra-balra telefonálgatni. Mindegy, mondd, amit akarsz, kérek szépen, megírta az újság, hogy börtönben vagy. Vagy csak pillanat, képzeld el, az volt kérdezve, várja, az volt kérdezve, hogy szó szerint azt hitt a Népszabadság. Azt mondja, Liesbe kérem, kocsma, Kőlajos ismét hallat magáról. Liesbe történt az eset, kérem, az, hogy kocsmai verekedés után összetűzésbe keveredett a rend helyéről, helyi őreivel, minek következtében az őt legjobban megillető helyre a liesi börtönbe került, és ott van láncra verve, kérlek szépen. Na most csak azzal tudtam megvédeni, kérlek szépen, csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagyok, hogy fölléptem, és futott a szalagon, kérlek szépen, az összeállítás, ott volt Lejoszkű. Minket is kivezetnek innen, nem fejezik. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és még innen gratuláljunk a magyar válogatottnak, hogy kijutottak az EB-re. Csodálatos, minden reményük megvan, kérem, hogy hasonló élményben legyen kis haza. Köszönöm szépen, hogy Isten áldja Magyarországot, kérlek.